A fiatalok problémáira hívta fel a figyelmet május 1-én az LMP. A párt képviselői szerint ünnepelni nem volt mit a munka ünnepén, hiszen 2 éves csúcsra élt a munkanélküliség, a fiatalok 25%-ának nincs állása, és egyre többen vándorolnak külföldre a megélhetés miatt. Az IMF hitelről pedig azt mondta minap az LMP frakcióvezetője, hogy kapitulációval kezdte az Orbán kormány az odavezető hosszú utat, de kár volt ezt eddig húzni, mert hogyha a kabinet már januárban engedett volna az Európai Bizottság elvárásainak, akkor nem kellene valamennyiünknek kifizetnünk azt a körülbelül 50 milliárd forintot, amit majd a telefonadóval hajt be a kormány. Vendégünk Karácsony Gergely, a párt frakcióvezető helyettese. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Folytassuk ott, ahol Kónya Péterrel az előbb abba hagytuk. Hűbérúri rendszer van ön szerint, és az épül ki? Hát egy nagyon furcsa társadalmi modell kezd megvalósulni, mivel valóban egy ilyen függési rendszer teljesen lehatol a köztársaság elnöktől egészen most már az iskolai igazgatókig, tehát egyfajta. Én inkább azt gondolom, hogy egy ilyen pártállam típusú. Pedig ezt a kifejezést arra dobták be eredetileg, mert mint az LMP. Igen, csak itt annyiban különbözik a mondjuk egy feudális társadalomtól, hogy itt van egy nagyon szervezett központi hatalom, ami a Fidesz maga, ami egy gazdasági, politikai és média erőcsoport, és hogy ehhez kell tartozni az, hogy valaki érvényesüljön. De az, hogy ilyen nagyon erős ilyen függelmi elemek vannak a rendszerben, tehát hogy az emberek félnek, fölfelé igazodnak, lefelé pedig rúgnak, ez valóban egy ilyen hűbéri társadalmat idéz elő sajnos. Az előbb Kónya Péter beszélt arról, hogy például a közszolgálatban nem normális, hogy a hatalomváltás után embereket elküldenek, vagy olyan alapon neveznek ki különféle beosztásokba embereket, hogy kinek a rokona, vagy csatlósa, vagy és így tovább. Önök eddig nyilván nem voltak hatalom közelben ilyen szempontból, tehát objektívek lehetek. Mennyiben más az, amit most a kormánypártok ilyen téren tesznek, mint az, ami azért korábban is előfordult cserélődés szempontjából? Igen, korábban is volt cserélődés, és korábban is mindig billegett, hogy hol van az a határ, ameddig ezt elfogadjuk, hogy a politikailag ez indokolt. Tehát mondjuk a főosztályvezetőt még ki lehet rúgni, a főosztályvezető helyettes már nem. Itt nem csak az történt, hogy ilyeneknek nagyobb a volumene, hanem az egész közjogi rendszer, meg az egész hatalmi struktúra teljes mértékben átalakult. Tehát itt most nem csak arról van szó, hogy van egy jól működő alkotmányos rendszer, amit rosszul működtetnek, és politikai alapon megszállják. A nagy fordulat 2010 óta, hogy ez egy legyengített demokratikus intézményrendszer, ahol ezek a bizonyos ellensúlyok és fékek sokkal gyengébben működnek, mint korábban. Illetve egy módos nélektani határt átlépett a Fidesz, hogy gyakorlatilag mindenhova olyan, minden független intézménynek, függelynek látszó intézmény élére olyan embereket neveznek ki, akik szorosan kötődnek a Fideszhez, vagy országgyűlési képviselői jelöltek voltak, mint a legfőbb ügyész, vagy országgyűlési képviselők, mint mondjuk a független média tanács elnöke. Nagyon érdekes volt ilyen szempontból megfigyelni Orbán Viktor évértékelő beszédének a közönségét, ahol ugye ott volt a Fidesz értelmiség, vagy Holdovának a vezérkara, de ott ültek ezek a független intézmény vezetők is, az álszelnöktől elkezdve a média tanács elnök, a legfőbb ügyészig, ami hát csak szimbolizálja azt, amit persze mindenki tud, hogy ez egy ilyen nagyon erősen egy központi párt akarat által irányított állam, és nem csak a kormányzat által, egyébként a jogszabályok által is irányított testületek, hanem az független testületek is. Azt mondták az IMF hiteltárgyalások megkezdéséről, hogy ez gyakorlatilag egy kapitulációval érte el a kormány, és hogy ezt viszont már megtehettek volna sokkal hamarabb, mert nem értek el vele gyakorlatilag semmit, hogy szabadságharcoltak. De elértek nagyon sok pénzt, elvettek az adófizetőktől a sokkal drágábban megszerzett hitelek finanszírozása miatt. Ennyit sikerült elérni, tehát ez egy óriási veszteség. Csak ennyit? Mert ez egy más kérdés, hogy azt gondoljuk-e, hogy érdemes volt ezekért a célokért kitartani, amiért ők kitartottak. De azért az tagadhatatlan, hogy az Európai Bizottság itt valóban vett egyfajta fordulatot a keddi Orbán Barroso találkozó során, vagy után, hiszen ahhoz képest, hogy előtte még azt mondták, hogy egy sor kérdés előfeltétele lesz a tárgyalások megkezdésének, ha tetszik, a kormány elérte, hogy mégse így legyen, és elkezdhessenek tárgyalni párhuzamosan azzal, hogy ezeket a kérdéseket még rendezik. Azért ez bizonyos értelemben elkönyvelhetjük egyfajta eredményének. Hát ez a kormány számára lehet, hogy a kormány politikai szempontjából egyfajta engedmény vagy nyereség, az ország számára ez egy dupla veszteség, mert itt tulajdonképpen az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió a magyar állampolgárok demokratikus jogait védi ezzel a kormánnyal szemben. Tehát az, hogy most ők elengedtek bizonyos kérdéseket, illetve hogy a bíróság dönt ezekben a kérdésekben, erre Orbán Viktor mondhatja azt, hogy neki ez egy politikai nyereség, de voltak éppen ezekben az ügyekben nyilvánvaló, hogy Magyarország el fogja veszteni a pert. Tehát azok a témák, amik most napirenden vannak, és amik még majd jönni fognak ehhez, mert szerintem a választójogi törvény,
a média szabályozás is elő fogják venni európai típusú, európai szervezetek, ha nem is az Európai Bizottság, és ha nem is közvetlenül az uniós joghoz való ütközés kapcsán. Tehát itt biztos, hogy Magyarországnak meg kell változtatnia, ha az Európai Unión belül akar tovább maradni, mert reméljük, hogy ez így van, akkor mindenképpen meg kell majd bizonyos jogszabályokat változtatnia. Itt igazából az van, hogy egyrészt a magyar adófizető pénzéből kellett kifizetni azokat a sokkal drágább hiteleket, amiket korábban megkaphattunk volna, tehát konkrétan a megszorítások egy része valóban azért szükséges. És ilyen értelemben szükséges csak, hogy ezt az időhúzást meg kell valakinek ki kell fizetnie, ez az egyik. A másik pedig az, hogy hát igazából Magyarország egy európai ország, egy európai demokrácia volt eddig, és olyan intézkedéseket hozott ez a kormány, illetve a parlamenti többség, amelyek nem illeszkednek ebbe a rendszerbe. És ezeken megy a harc, és az Orbán Viktor úgy állítja be ezt a magyar választóknak, és egy része nyilván ezt el is hiszi, hogy Orbán Viktor küzd a gaz Európai Unióval a magyar szuverenitásért és a magyar választók érdekeiért. De ez pont fordítva van, mert ebben a viszonyban sajnos az Európai Unió védi a mi érdekeinket Orbán Viktorra szemben. Aminek viszont láthatóan megörült nem csak az Európai Unió, de a pénzpiacok, a befektetők is, és minden bizonnyal akár a kohéziós alapjainkat is visszakaphatjuk ennek köszönhetően, az a konvergencia program, vagyis az újabb Szél-Kálmán terv, de az önök pártja ezt is nagyon élesen kritizálja, például azzal, hogy mesébe illő elemekkel van tele, akkor ezek szerint a pénzpiacok, a befektetők, az unió, a valuta alap, mindenki mesébe illő elemeknek készül éppen felülni? Hát azt nem hiszem, hogy azért nyugodtak meg a piacok, mert mondjuk ebben a konvergencia programban 2%-os gazdasági növekedés van tervezve, amivel senki nem számol a kormányon kívül. Nyilván önmagában az, hogy lesz megállapodás, és hogy megállapodásnak a közvetlen akadálya elhárultak, ez nyilván nagyon jótékony hatással van. De azt is tudhatjuk az elemzőktől és különféle visszajelzésekből, hogy jól fogadták alapvetően a kormányt. És másik, nyilván, hogyha én egy broker lennék, vagy egy befektető, akkor engem nem érdekel, hogy egy kormány hogyan gerebélyezi össze azt a pénzt, amivel be kell tömni a költségvetési lyukokat. Ha valaki azt látom, hogy a kormány ebben elkötelezett, akkor ennek meg én örülni fogok. Meg hát, hogyha azt látom, hogyha az ez reális, de önök azt mondják, hogy mesébe illik. Hát hosszú távon azok a számok, amik a munkahelyek számának a növekedését jelenti, meg a gazdasági növekedést, ezeket szerintem senki nem hiszi el. Azok sem, akik most azt gondolják, hogy ettől egy kicsit megnyugodhatnak, és ettől mondjuk a forintnak az árfolyamos túl stabilizálódni, mert hosszú távon szerintem ez teljesen tarthatatlan. Rövid távon az van, hogy itt teljesen van, besöpörnek mindenféle pénzeket, és minden adókat vetnek ki, ami persze olyan szempontból jó, hogy betömik a lyukakat. Más kérdés, hogy ezeket a lyukakat akkor maga a kormány ütötte, például az egykulcsos adórendszerrel, amiről azt gondoljuk, hogy egy alapvetően hozzá kéne nyúlni ez a megfontoláshoz, és hát csomó más gazdaságpolitikai hiba van, amit most valahogy orvosolni kell tűzoltással, és hát az adófizetők újabb megsarcolásával. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.